Agam. Need for Speed-et, azt. Zoli. Eléggé kényesek vagyunk abban a témában, hogy kikkel menjünk el, hogy jobban mondjuk például squadozni, vagy így csapatba játszani. Az baj, hogy duót terveztünk főként. Van duó, ugye? Azt se baj. Remélem. És... hát nem ígérnék most is semmit, az biztos. Mi a szar? Hát, mint a izé foci meccseken, amikor úgy világítanak, hogy négy árnyék van az embereknek. Kodi elküldte egy ilyen régebbi videónkat, amiben még... mi? Érme Mágnes. Roxford cím, arany cím, karácsony. Ja, azért van mindig karácsony zene! Mert bekapcsolom a karácsonyt, ja. Ja. Akkor azért kaptunk már majdnem tőle idegbajt. Ó, basszus. Ó, igen, Kémbir, tényleg, csak most annyira benne vagyok ebben, meg most ugye van nem egy sorozatom. Szeretek inkább úgy egyre koncentrálni. Hát na jó, Zoli, de veled még soha nem játszottunk. Levivel már... megszámlálhatatlanul sokszor játszottunk, Kiplivel pedig már sokszor szólóztam, meg duóztam, meg dumálgattam veled, meg még soha, tehát azért így YouTube-on én így egyből nem hiszem. Sőt, nem. Viszont... viszont az, hogy mondjuk itt nyomjunk Twitch-en, majd... abban teljes mértékben benne vagyok. Csak ez a YouTube más. Azért YouTube-on ott még egy... azért eléggé odafigyelünk arra nyilván, hogy csak olyan emberekkel menjünk, akikkel már sokszor mentünk, és... érted? Na! Jó, Twitch-en megegyeztünk benne, de ott jó. Gondolom megérted. Remélem. Szerintem igen, de ja, Twitch-en majd nyomjuk. Csak azt is be kell tervezni. Vedd rá Kodit, hogy nyomja. Aztán... az úgy nem lenne rossz. A Kodi úgyis inkább nincsen tele sorozatokkal. Jó, az a... tehát kevésre koncentrálni. Jó van, oké, köszi Dante. Köszi Zoli. Mindenképpen szavamon foghatsz.
Nekünk nincsen nagyon, vagy minket nem jelez a ranglistában. Jó, mondjuk lehetség is azért, mert a saját streamünket lényegében mindig nézzük. És hát most a loyalty listában mail legyünk benne, de... Most ki az első? Hogy áll a Mindjárt ránézek. Hogy áll a... Ó, Dominik nagyon durván nyomod. 8300, már mai nap is 5000-re vezettél. Most olyan 8000-en vagy, Dominik, nagyon durva. Még Revit is lenyomtad. Pedig egy ideig nagyon elhúzott Revit. Rico második 5900-al, ez hülye. Megtippelted mi, Rico, hogy mennyi pénz van a zsebébe. Messzerek. Nem bírok veszíteni. Szegény. És harmadikunk Edina. Hú, Edina. 5000-ről jól, de hát igen. Hát igen. Látjátok, srácok, ilyen a lottó. Ilyen a lottó. Meg a kaparos sors egy, meg minden ilyen tököm. Egyszer fent, egyszer lent. Skippy nem csinál semmit a pénzével. Ő csak itt van és néz. És meg szedi a izé narkót. Azt így fixen ott van a top. A topba. KDGizi, ő hasonlóan. KDGizi hasonlóan, csak látszik, hogy KDGizi nem szedi a izét, a ládákat, nem szedi a narkót. Illetve... Ja. Jó lenne, hogyha ezt a top listát is ki tudnám rakni oda a home screenre. Ugye... Na, tudjátok, miről beszélek. Erre. Tök jó lenne. Tök jó lenne. Ennyi, Skippy, ennyi. Ez igazi loyalty. Hozzáállás. Ja, az lehetséges, Kémbér. Mert az kettő, igen, csak komoly sztori. És akkor így nem lenne rossz. Majd lesz itt forma egy is, csak hogy mikor azt mondom. Persze, Cody, na, vedd meg. Kettőt. És akkor nyomjuk, mint az állat. Á, ott a potkány! Hát, hogy mennyi segítséget tudok majd benne nyújtani, azt nem tudom, de minden esetre megpróbálok. Dante. Egy már van. Ja. Valóban. Tehát kell egy hatalmas egérfogó. Rebi, ez a játék Steamen elérhető, de Steamen
10 euró. Viszont, hogy a G2 áról veszed meg, akkor ott 1-2 euróért megkapod. És akkor ott kapsz egy Steam kódot, amit beaktiválsz Steamen. És ott lesz a játék, és lényegében csak letöltöd, és kész. És onnantól kezdve akár gépen, akárhol le tudod tölteni. És ott a játék. Sok mindent, nagyon sok mindent szoktam G2 áról megvenni. Főleg a régebbi játékokat éri meg. Meg igazából, hát azokat éri meg csak. Minél régebbi egy játék, G2-en te annál olcsóbban fogod általában megtalálni. Ez esetleg 99%-ban igaz, sőt még néha nem is. 1-2 éves játékot is tök olcsón lehetett megtalálni. És van, hogy tényleg Steamen van egy játék 10-15 euróért, és G2-en pedig megtalálod 1-2 euróért. Szóval, ja, jó kis hely. Az drága rátajon, Feri. El is ezt mondom. Hát ettől értetőben nem tudom elmagyarázni, Rebi. Beírod, hogy G2A. Beírod, hogy Lego Harry Potter. PayPal segítségével megveszed, vagy igazából hát elég is sok a fizetési lehetőség. Hol? Amikor ott sikerült megvenni. Megkaptad a Steam kódot. Beregisztrálsz Steamre, hogyha nincsen. Ott fönt rámész arra, hogy kód beaktiválása, beaktiválod a kódot. És ott a játékod. És ott van egy letöltés gomb, rákattintasz és letölti. Nekem nincsen nagyon időm még jobban elmagyarázni. Ja tényleg, most lett meg, most megrendelve. Jó, a Discordon viszont vannak kedves fiatal emberek, ugye? Akik akár tudnak neked segíteni. Ha éppen van rá idők. Tehát ott még meg lehet próbálni. Hagrid. Akár. Hát ez az lényeg van azért, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Aha. Igen, tehát van fej, ha a füldugónk, vagy mi? Majd már nincs, mindjárt lesz. És így. Király megőszke, köszi szépen. Ha olyanod lesz. Köszi. Mi jó nekem a macskád. Ja, ez erőital. Ja, az... Megoldottuk Hagriddal. Álljál a pók! Mit keres itt pók? Nem megint pók ember. Nem mész már innen. Áááááá! Hoppá, milyen egy hiteket osztogatom, de nem fiú. Jó, Kenny. Pottertől jobban.
Már ne sértődjön meg, kedves Potter úr. Ó, a patkányokat kell, vagy mi patkány, mi ez, vakondokat kell szétlövögetni. Ha patkány lenne, akkor még lehet, hogy meg is kapnánk érte izét. Féreg farkat. Az mindig szokott adni valamit, hogyha... Revi, egyébként milyen laptopod lesz? Ja, meg kérdezted is, hogy i7, legalábbis hát érdeklődtél egy i7 felől, akkor gondolom olyan lett i7 és Asus gaming cuccos. Már megvan a féregfark, tényleg? Na igen, Ricsi, szép nagy család az. Peter Pettigrew. Hermione vörös csukjás felső. Nem tudj is csukjás. Boldoggá tettünk egy kisfiút. Milyen szarkod. Most olvasom. Jó van, na hát megtermett kortyot kell inni, nem... Szarkod. Na, megveszik a izét, Peter Pettigrew-t. Akkor Peter Pettigrew-val át lehet csak úgy változni. Már nincsen sok hátra a játékban pontosan. És utána jöhet az 5-től 7-ig. Év. És utána néztem, hogy amiket már megtaláltam piros kockákat, de azóta elfelejtettem, hogy hol vannak piros kockák. Na, azokat megnéztem, hogy hol vannak, és fogtam a fejemet. Erősen. Tehát bemegyünk a Roxfordba, és azt a 2 helyet megnézzük. Hol vagy, félre fark? Gondolom akkor ő át tud változni. Peter Pettigrew, de szép vagy. Gondolom át tud változni az évi. Patkánya. Olyan Sirius Black meg kutyává át tud változni. Nem mindez bizonyja. Shroom. Dudley Dursley. Kis Dudley. Ó, ma így izé bűvöltem ott a könyvet. Az ágyam mellett. Hogy olvasni kéne, olvasni kéne, olvasni kéne. Erre bakker nem bírtam rávenni magamat, hogy hogy olvassak, mert hogy haladni kellett volna az ágyból kifelé. És az a baj, hogy elkezdek olvasni, akkor ott ragadok. Szóval az gázott volna. Asus GL... Na hát így most ennyiről meg nem mondom. Rog. Oh shit. Hát rendesen így lettem, hallod? Wow! Wow! Ez nagyon patent! Ez nagyon patent! Ez szívesen elfogadnám! Tudod a postafiók címünket? Ez nagyon patent! Ezzel nem lesz nagy gondod elfuttatni a Harry Pottert. Hát végig szép, hogy jól néz ki, basszus, hát Rog. A Rog csak jól nézhet ki. Wow, szép. Gratulál hozzá!
Használd egészséggel. Az megvan, Cody. Attól függetlenül elfogadnám azt. What? Ide még nem mentünk be. Hát de Dávid. De valamit be kell rakni. Ami nem más lesz, mint egy kulcs. Hello. Kell kere... Na! Hülye vagy! Menj már el innen! Felrobbantalak! Melyik kellett fel... Mit jössz utána? Jó, Dávid! Jó éjszakát kén. Na, erre mi van? Ennek örvendek, hogy ezt a sok találtok, mert kezdtem bajba lenni itt a Roxforti ügyekkel. Wow! Nem egy kis szobáról beszélünk, úgy érzem. Aha. Ó. Oh. Kígyó! És mire kell a kígyó? Te kell itt lenni egy tetves piros kockának. Ah! Igen. Ó, és tényleg a könyvtár most esik le. Eddig nem értettem, hogy miért ment ennyi könyv. Most már világos. Ó, azt hittem oda be lehet menni. Viszont nem látok bagolyálványt. Ez elszomorító. Mondjuk a még elszomorítóbb csak az lenne, hogyha a saktáblát látnék. Holló hátlány. Igen. Igen. Kell egy ilyen... Spenót vagy valami hasonló. Szeretnél csak közni, még figyelmeztetek. Fúj! Ricsi. Borzalmas. Ó, az egy bejárat. Már csak... Ó, nem már, ember! Ha mindjárt átváltozok Dumbledore-ra, aztán be tudok egyből menni. Hol lehet ez a fű? Kilencre mézve, ó. Soha nem tehettem meg, hogy bemenjek 9-re, mégis 10-re mentem. Ezért mentem a 10-re. Á, jó van, valahol itt kell lenni a fűnek. Á, és megvan. Hú, ma Kodival néztük a izzőt.
hogy hogy van bekötve a Subaruba a chip, ami miatt részben szétment a motor. Drága látos, hát ez nagyon jó. Fú, hát én majdnem elsírtam magot. Ennyi kábelt egy helyen. Ezt megmutattam a ismerősömnek, aki ért ilyenekhez, és ki tudja szedni a... az ilyeneket. Meg be tud rakni ilyeneket, tehát lényegében... elektroműszerész. És megmondta, hogy full lease. Na. Ricsi, erre a kérdésre én már azóta lemondtam, amióta a klubhelyiségbe bementem egyik emberrel, de ugyanúgy velem jött más is, aki nem oda tartozik, tehát hogy érted. Amúgy választ kaptam az utolsó kérdésre, és igazából amit nem tudtam a Harry Potterben. Bementem tesómhoz, és ugye amikor a könyvet elcsortam, akkor nem hagyhattam ki, hogy megkérdezem tőle, hogy hogy lehetséges az, hogy a klubhelyiségben alig van 4-5 ágy, mikor 7 évfolyam jár a Roxfordba. És vörös tégla detektor. Ez kell a film. És lényegében az volt a válasz, amire számítottam is, hogy a könyvben meg lehet tudni, hogy a klubhelyiségek úgy vannak összeállítva, hogy ugye van egy fő klubhelyiség, hogyha bemennek ugye a Kövér Dálmán a Roxfortosok, akkor oda jutnak a nagy klubhelyiségi részbe, a társalgó részbe. A társalgó részből ugye fölvezet egy lépcső, ahol van, ahol található a lány részleg és a fiú részleg. Amikor valaki bemegy azon az ajtón ott fönt, akkor ki van írva az ajtó fölé, vagy valami hasonló, tehát jelezve van az, hogy hova fog jutni. Hanyadikosoknak a termébe. Hálótermébe. Tehát a főklubhelység az egyben van, viszont onnantól kezdve, hogyha bemennek a hálóhelységbe, ott... ott külön évre van lebontva. És lényegében te döntheted el, hogy hova mész be, nyilván a sajátodba kell bemenned. De a könyvben van is róla szó, hogy egyébként például Fred és George átmegy Harryhez és Seanhoz, tehát átjárhatóak az évfolyamok, ilyen szempontból. Tehát így épülnek fel a... így lehetséges az, hogy csak pár ágy van, mivel ugye egy évfolyamon, például egy évfolyamon, egy házon belül alig van, vagy 4-5 diák. És ezért lehetséges. Szóval... ja, nagyjából ez volt a sejtésem, amit még régebben mondtam is nektek, hogy én valami ilyesmire tippelek, csak én azt hittem, hogy már eleve a Kövér Dálmától egy másik klubhelységbe jutnak, de nem, mert ott a közös részleg az még közös. Két lépcső van, az egyik a fiúk ezem. Ja, hogy két lépcsőről van szó izébe a könyvbe. Ó, Noadir. Olvastad a könyvet? Vagy nem emlékszem rá, hogy tudtam, vagy nem tudtam, hogy olvastad a könyvet. De igen, lehet. Igen, megvan a rossz, jaj. Illetve még kell egy fejhallgató nekünk. Füldugó. Többször is. Wow, Noadir! Egyébként régen láttam a nevedet. Hello, Noadir. Az biztos, hogy látom a nevedet mindig. Mert sírben ugye te vagy a második, aztán ugye ott vagy a top listán, meg minden. Nem felejtetted el ám el. Semmilyen esetre sem, viszont rég láttam a nevedet őszintén. Igen. Na
Már csak azt nem tudom, hogy a fiú ide is jelez egy aranyat, tudok. Persze, megértem, Nodi. Wow, ha be akarnak menni a lányok, azokkal lecsúszok a lépcsőn, mert lenyílik. Az mekkora van. Okos, okos. Itt van. Ó, ide Tom, de nem kell. De jó! Örvendek. Csak Tom, de nem nincs itt igazából. És hol van a legközelebbi 100 fülé főzet? Viszont a lányok tudnak menni a fiúkhoz. Érdekes. Érdekes. Hát lényegében a fiúk nem annyira szégyellősek, nem de? Tom Riddle. Hogyha Tom de nem, mert megiszom az öregítési varázslatot, akkor Voldemort lesz belőle? Ide nem tudom. Pörgessétek meg alattam. Ez az. Susan Bones. Ismerős a neve onnan, hogy a Teslex süveg mondja a nevét. Most nem, szólj csak a Teslex süveghez. Susan Bones. Harry folyamtársa, DS tag. Kicsit elkésett, de megjött. Lehet, hogy már elég poén volt, de nemmel. De lehet, hogy nem. Okay. Ez így a legjobb. Na. Ha föl kell mennünk. What? Erre nem számítottam. Még valami esetleg aragok? Varázsló. Vörös. Na itt mi a répát kell csinálni? Én csak azt nem értem. Oda még mutat valamit. Gondolom csak nem ezzel a harci talicskával kell oda csapatni. Huhú! Mi a szar? Tony Hawk! Tom, de nem azért még ilyet sem nyomozott. I don't know. What? Itt van egy rakás kocka blokk. Ezekem azt érzékelteti, hogy itt idővel lesz, tehát majd valamit építeni. Jó tanács, mindenhova, de nem menj Roxfordba. Mi? Ne erről tessük, tehát ide még kell valami. De mi és honnan?
Mindenhol törmelékek vannak lényegében, ah. A szobában. Lehet Fritzsel kéne ide jönni, vagy valami. Na, meg is sasolom, Nodir. Vagy esetleg a palántával, nem. Na mindegy, merre majd meg fényderítünk. Jelen esetben ez... I don't know. Ha jól tudom, ezzel régen is bajban voltam. Wow. Ja, az kifi, az is valami. Rebi. Anyám. Miért kell ezt? Fantasztikus. De nem elég jót. Ez az, ezt kerestük, ugye? Ugye? Ajánlom, hogy ezt kerestük. Nem ezt kerestük. No way. Tom, de nem. Igen, ezt vágom is ti. Ez így van, Skippy. Legalább annyira fontosak ide a nézők is, mint én, ha nem fontosabbak. Hogy ez mit kornyikál itt mindig folyamatosan, annyira gyönyörű hangja van. Erotikus a hangod! Tudod a folytatást. Ó, ide meg a törpe kell! Nézzük, jó van! Pontosan, Twitch a legjobb. Na, itt van valahol, ott van fent. Add a buborékval. Szója! Most már mindent tudok. Mindent tudok Harry Potterről. Igazából már nincs előttem kérdés. Tök zsír. Nem hittem volna, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy... Hogy mindent meg tudjak ebből a filmben. Soha nem hittem volna ennyire összetett. Jó István, nagyjából. Nagyjából nincs. Na mondjad István. Mutasd mit van. Hány éves valójában Dumbledore? Dumbledore nagyjából... hát pontos adatot nem tudok mondani, de... 100 valahány, 150 körül. Ha jól tudom. Száz valamennyi körül lehet. 150 talán. Na. Hát de attól még nem vagyok olyan no life, hogy tudjam. És soha nem tudtam izé szávokat megjegyezni. Plusz-minusz néhány, pontosan. Plusz-minusz egy-kettő. Jó, közben leesett, hogy miért esek le folyamatosan.
plusz-minusz, hát ilyen a gépészetben is van. Ennyit be kell venni. Ki az? Tom Denham, Harry Potter. Leesett, hogy miért esek le. Igen. Mert akkor Ron most mit mondsz? Pontosan. Anyád! Ez egy ütvefúró. Hogy néz ez ki egyébként? Mi ez? Komolyan ezt mondja István? What? Ezt a filmben mondja? Hát én csak poénból mondtam ezt. Hát én zseniális vagyok. Zseniálisabb, mint hittem. Wow. Ez bejött. Na, ugye mondtam, hogy... Wow. Hát annyi. Arról se tudja pontosan. Ne! Oda nem még volt anyag! Ó, panna! Ne! Hát a tökém se gondoltam volna, hogy ez fővíz! Szia, panna, mi újság? Na pusztuljál már! Felvágok az egómmal. Azért az már komoly. Na! Ha valakinek, akkor nekem engedelmeskedsz. Ugye? Igen. Ez mi lesz? Karakter token detektor, na végre! Néhány helyen kell. Hello? Oké, szerintem hagyjuk a gára. Na most menjünk föl. Persze, tudom, is tudom, tudom. És ide lent van a sárkány, amit kerestünk. Legalábbis én biztosan. Úgy kerestem. Ajajaj. És akkor a jó számolom még kell, hogy 3 darab piros kocka, az nagyon jó. De legalább most már van rá detektorunk, ami azért jó. Extra életek, az annyira fontos. Az annyira nagyon fontos. A fotózottisben. Nem tudom, hogy telom még nem lehet szerencsejáték, azért remélem, hogy minél előbb megcsinálják, hogy ott is lehet nyomni. Az bajot.
se narkó nem jön be. Nem tudom egyáltalán pontot kap-e az, aki onnan nézi. Azért, hogy nézi. Remélem nem kap. János, kész szépen a falavat, jó szórakozás a streamekhez. Gyorsan még nyom vissza a gépet, Panna, nyom vissza. Vörös tégledetektor, easy. Extra életek, karakter token detektor, tökéletes. Ó, még van itt egy 8-os szorzónk, nem, egy 8-as, meg egy 10-es szorzónk. És még egy valami, ami... ami szerintem gyors építkezés, tehát már igazából semmi olyan nincsen, ami... nagyon mérvadó lenne. 8-os szkópot értettem. Hát, még az is lehet. Ja, Panna, el kéne menni elvonóra, ez így nem lesz jó. Na nyomjunk le még egy pályát, vagy kettőt, és akkor már ennyi. Fejezzük be a harmadik évadot. Úgyis a kettő pályánk van. Az full easy. Gyorsan megvan az. Vagyonom. Szia csikócsi. Új, itt mennyi minden van. Mi ez a hal itt? Hal itt, halott. Na várjunk. Tökéletesen tükrözi Panna személyiségét. Szeretse játék függő. Füvet is lenyírtuk. Tiltakozás fétises. Szerinte, hallod? Panna, neked iszének kellene menned. Jezdek a... összeadónak. Pap, vagy ki, mikor, hol, mit csinálja? Na, tudod, van a izé a... az önkormányzatnál, aki jön a papírokkal, meg minden. És... annak kellene dolgoznod, és minden egyes esküvőn... minden egyes esküvőn tiltakozni. Megkérdezed, te kérdezed meg, hogy... aki... akinek van ellenvetése, szóljon most, hogy hallgasson mindenöké. És erre tiltakozom! Paplan, ja... Pappanna. Olyan, mintha Pappanna. Anyakönyvvezető, az, azt hiszem. Vagy mi? Senki nem tiltakozik a terembe, csak te. Szerintem teljesen jó lenne. Igen, ez egy lemez. Az, az biztos. Igen, és akkor oda mégis... mit lehet-e csinálni, hogyha nincsen semmi hozzá? Á, megmentettük a kisrácot a méhek hadától. Akit már egyszer megmentettünk egyébként. Most
most úgy ennék egy kis tortát. Igaz, hogy csak egyszer pár falatig jutnék el. Mert többet nem bírok belőle, de... szándék a lényeg. De addig a pár falatig, addig tök jó. Annyit megbírok belőle lenni. Kéne ide kintre még egy sütő. Meg. Teljes túlélő felszerelés. Most már van mikronk, vízforralónk. Az a tudok csinálni teát, hogyha majd meg leszek fázva télen sűrűn. Meg van kenyérprittó, hogyha megszárad a kenyér, ami valószínű lesz. Szóval ja, tök otthonos. Ebbe vizet kellene raknunk. Ja igen, ők fogják a izét a... felhőt. Van a tiltakozik még akkor is, hogy azt tudja mire. Azaz, van a jó kis villanyrezsó. Ó, itt van villanyrezsónak a gép. Elkezdesz PUBG-zni, olyan hőt termel. Több hőt lead, mint egy villanyrezsó. Ó, még egy CD. Igen. Á. Már megint illegális béka versenyzést tartunk egy tóban. Ez durvább, mint a moszont tett be az időkapukon átmenne. Időkapukon. Mi a franc ez? Időutazós játék. A, na tudod, a checkpointokon. Utolira toltát elfogadok. Igen. Igen. Aha. A CD borítóról azt hittem valami... valami fullos death metal lesz. Ja. Beindítjuk egyéni vállalkozását Pannának. Adam, hello! Na. Eddig jó. Ez is jó. Igen, ugyanazt a pályát kell majd kétszer megcsinálnunk most egymást, talán jól tudom. Az a kedvencem. Ó, de gyökér vagyok, megvettem a karakter token keresőt és nem aktiváltam be. Ó, a karácsonyt visszakapcsoltam. Na mindegy most már. Még nem rossz az a karácsonyi zene, függést okoz. Fú, csak nekem akar felrobbanni a fülem ettől a lefelé nyomogatástól. Nem tudom milyen hercen dolgozik, de valami brutális. Ó, Lupin professzor. Hát mi is volt a vegol? Ja, igen. Aha, ez nagyon jó volt. Ő vajon mi a szart csinál ott a vízbe? Értem, hogy élvezi az életet, de... ennyire? Jó.
Ja, igen, ez a vonyítás hangeffekt. Vonyítás! Pont MP3. Rák van itt, mi az a sok virág? Undorító. Ez mi az a madár? Ez nagyon érdekes. Hát, az láttam, hogy jó a víz, hogy ennyire. Én Bubut még nem tudom, mikor viszik el. Végre már összeszerelését kellőképpen elkezdjék. De még a héten elméletileg. Jó éjszakát, Kokó, megyek mindjárt én is. Kösz, hogy itt voltál. Ez egy csaj, akit éppen felfújok. És eldurrant. Jó. Nem bírta sokáig. Gyűrűkorában szeretem, amikor van ilyen pörgős karakter, és akkor az ilyen helyeken csak pörögsz vele egyet, és minden széttörsz abban a pillanatban. Hára itt most olyanunk nincsen. Igen, én itt sem vagyok. Igen. Cornelius Fudge. Fudge, hát csak nincsen még egy ilyen izé, Oswald Fudge. Ez Cornelius Oswald Fudge. Cornelius Oswald Caramel, angolul Cornelius Oswald Fudge. Ez megint miniszter, sokáig nagyon jó viszonyom volt Harry Potter, azonban a 4. kötet végén ez megromlik. Az 5. kötetben a lejárató kampány indul. Indít Ponder és Dumbledore ellen, a 6. kötetben felhívja a Mugli miniszterelnök figyelmét a közelgő háborúra, majd bemutatja utódját. Rufus Srimgeour. Mit keresett ő itt az erdőben, azt nem tudom. De itt volt. Ah. Vigyél fel. Mit tett igazad megint? Mire? Ez még nem jelent semmit. Jó, hát most az egy perc. Masnir. Masnir. Mint a Feri mondta volna. Masnir. Eléggé barátságos név egy izéhez. Kivégző vadállathoz. Igen. És igen. Bocsánat, Rebi. Ezt el kell fogadni. Megvan a masnirünk. Jó, 100. Ez is 100. Az utolsó pálya, azt hiszem rövidke. Remélem. Na, megnézzük még ezt. És akkor a harmadik évünk meg is van. Aztán már csak a negyedik lesz hátra. Jól látom, hogy más nézést is berakta. Neki mi a szuper képessége?
Ja, hát ez full rövid. Csak meg kell mentenünk izét. Drága Sirius Black-ünket. Ugye? Asszem. Igen. Az biztos, hogy hiány. Nagyon hiány. Hát meg hát én egy olyan ember vagyok, aki nagyon szeret vezetni, és... És azért szerintem nem mondok egy túl nagy dolgot akkor, hogyha azt mondom, hogy egy Subarut vezetni, már ha bárhogy vezetett, tehát hogy semmit, tehát normálisan közlekedsz, még akkor is sokkal nagyobb érmény. James Potter szellem, de rossz. Sokkal nagyobb élmény ugye, mint hogyha egy Renault-val furikázna a városban. Hát bakker! Van egy Subaru Imprezám. Álmai autója. Egy olyan autó, amiből nincsen sok Magyarországon is. Ezt annyira úgy élvezném, hogy, hogy sikerült és megvan. De eljött. Semmi. Nem csak az, hogy hajtsam, nem csak az, hogy jelzik, hogy minden. Á, nem, nem, nincs itt. McNair. Mocnair. Hóhér, Lucius Malfoy és Albert Ramcom mellett Voldemort beépített halálfalója. Albert Ramcorn. Három beépített izé van. Halálfaló Albert Ramcorn. Jaj, a Magügyi Minisztériumnál van, mint beépített, értem. Ez komolyan lehet, hogy fentettek? Jaj, panna, ebben bízok én is. Ez vigasztam. De remélem, így is lesz. Hát nagy probléma nem lett vele. Hogyha már a motorja nem megy tönkre, akkor igazából már, már nem lett nagy probléma. Tényleg ez a legrosszabb a világon. A legszerencsétlenebb helyzet. Ah. Lily Potter szellem. Oh. Sad story. Hát ez meg. Atyámá! Ó, hogy ráküldtem a rontás herire. De jó. Ezek hányan vannak még? Igen. Guess who's back? Guess who's back again? Igen, Koko, teljes mértékben értem a dolgot. Mi a szarja, az nem vagy normális. Dév, ahogy mondtam, itt vagyok, meglepetésem egy vers, már elküldtem, majd ne felejtsd el. Váj, Jocz, kösz szépen a kis tortát, kösz szépen a hatalmas sírmenységet, és kösz szépen a verset is. Mindenféleképpen felolvasom, majd ott van. I am back. Guess who's back. Mindenki visszatért. Kösz szépen, Jocz. Igen. Miért pont itt tudtuk megszerezni James és Lily Pottert, azt nem tudom, de... Aha, tehát olyan verebeket kell... Fényverebeket kell le... lövöldözni.
Dana, egy. Kettő és három. Életvédő karakter. Ink. Wow. Szerencsétlen. Ez meg kicsoda ide bent. Valami néni. Tudom, hogy nem vagyok normális. Egy normális ember nem tölt három telefont egy... Biztos nézze tudja az összes... Hogy biztos tudja nézze az összes live-et. Mi a retek? Sirius Black! Wow, Jocz. Hát valóban, kösz szépen. Három telefon, mert... Fucking kidding me. Ez most komoly. Ez most komoly. Tehát, hogy... A bal felső. Nem jó. Igen, most a Renault-ot nyúlzom. Már mennyire azt lehet. Alsó bal. Igen. Fölötte. Alsó jobb. Fölötte. Ennyi. És ezért kaptam egy csontvászkart. Szórakozó velem. De az nekem most nem is kell. Ezt akkor olyan régen hogyan csináltam meg? Ez az erőitalhoz kellene, amire nekünk most nincsen szükségünk. Ez érdekes. Igen. Egy, kettő... Egy, kettő, három, négy, öt. Oh. Hello. Hát nem tudom. És boss fight. Ez hogy is volt? Ez hogy is volt? Ja, igen, beszipózza a cuccokat. És akkor is sebezhetővé válik. Igen. Jocz, te most melóhelyen vagy, vagy... Vagy hogy, hogy három telefont kellett töltened ahhoz, hogy... értem. Most le van fogyasztva. Hogy felfigyeltek a 69-re? Hogy a vihar van-e? Jaj! Kösz szépen ezt rengeteg sírt. Jocz. Igen. Igen. Ésdem. Ésdem. Még így is vibrál egy kicsikét, nem is értem. Jocz, I am back. Hello srácok, újra vagyok. És visszatérésnek verset írok.
Úgyis rég volt vers live-ban, remélem minél többet tudok live-on lenni hamarosan. Live éppen legóttól, hogy rövid live lesz, nem kell félni attól. Hiányzott már az egész chat csapat, ilyenkor már úgyis alszik a chipet csapat. Jó újra látni Pannát, Skippit, Rabbit, Csengét és a többi lányt, na meg persze a fiúkat, például Dörtöt és Bajuszkát. Rövid a versem és nem is mese, de ne féljetek, legközelebb lesz a versnek története. Lesz neki elejé közepes vége, sajnál a versenynek itt a vége. Búcsúzzon már a versemmel, srácok, mindenkinek jó éjszakát kívánok. És Dávid, ha már te is végeztél már a LEGO Harry Potterezéssel, ezt olvasd szépen beleéléssel. Kész, hogy itt voltatok, jó éjt, srácok, sziasztok. Hatalmas, Jóc, hatalmas, mint mindig hatalmas. Köszönöm szépen, ismét a csírt, nem dolgozok ma, csupán a három telefonom különböző erősséggel érzékeli a wifi-t, wow! Köszönöm szépen, Jóc, hogy én teszel azért, hogy itt legyél, meg úgy mindenért, meg... Ez a vers mind mindig zseniális, köszönöm szépen, Jóc! Köszönöm szépen a munkádat és az, hogy itt vagy, meg rengeteg csírt. Igazából... Én megköfönöm az figyelmet. Nem mondod, hogy mindenhez egy kell. Szórakozó velem. Na majd ez is meg lesz. Már csak egy évünk van hátra, amely a maradék 16%-ot meg fogja nekünk adni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen mindent. Innen folytatjuk a legközelebb. Holnap jövünk, ahogyan annak lennie kell. Jóc, mindjárt átveszed a második helyet, nem vagy normális. Köszönöm szépen mindenkinek mindent. Jó éjszakát, kitartás a holnapi naphoz, ahhoz pedig dukál egy kis zene, mit tudom én, legyen mondjuk ez, mert ez egy jó zene. Na sziasztok, jó éjszakát! Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights. Making me blind, all of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay under the night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was, and you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. No, I can get caught.